Itt a Bakonyban tartanak találkozót a Kárpát-medencei magyar középiskolák igazgatói. A Rákóczi Szövetség által létrehozott műhelytáborról szól ma az Esti Mérleg. Tartsanak velünk! Erdélyi, vajdasági, felvidéki és magyarországi pedagógusok táboroznak Királyszálláson. A Rákóczi Szövetség által szervezett ötnapos program célja, hogy az egymástól távol élő magyar szövetségek megismerkedhessenek, és a jövőben hatékonyabban működhessenek együtt. A Rákóczi Szövetség évtizedek óta szervez táborokat diákok számára, de a pedagógus találkozó most jött létre először. Nagyon régóta szervez a Rákóczi Szövetség tanár és diák táborokat, viszont olyan rendezvény, ami középiskolák vezetőinek, igazgatóinak szólt volna, ilyen még nem volt, és különös tekintettel arra, hogy a Kárpát-medence 300 középiskolájába jöttek létre az elmúlt években ezek a sejtek, ifjúsági szervezetek. Így fontosnak tartottuk, hogy ezekkel a vezetőkkel találkozzunk, hogy legyen egy olyan hét a nyár folyamán, amikor már a Maros-szigettől Vajdaságig, vagy éppen a Felvidéktől Erdélyig bezárólag Magyarországról is természetesen összegyűlnek azok a iskolavezetők, akik meghatározói ezeknek a közösségeknek, és két fontos célja van a rendezvényünknek. Az egyik az, hogy köztük minél több emberi és ezen keresztül intézményi kapcsolat szövődjön, másrésztről pedig, hogy mi kapjunk olyan visszacsatolásokat ezektől a tanároktól, iskolaigazgatóktól, ami segíti a munkánkat, hiszen ezek az iskolák azok, akik kedvezményezettjei a Rákóczi Szövetség rendezvényeinek, ezek azok az iskolák, akiket lehetőségünkhez mérten támogatunk abban, hogy helyi rendezvényeket valósítsanak meg, hiszen az a több mint 500 rendezvény, amit a Rákóczi Szövetség próbál az ifjúság szervezés érdekében tenni, diákutaztatási programok, vezetőképzők, vetélkedők, nyári táborok, ezek mind-mind a diákoknak, középiskolásoknak szólnak, és ha jobban megnézzük a tagságunkat, akkor arról is elmondható, hogy a közel 25 ezer fős taglétszámunknak a fele az igazából középiskoláskorú, vagyis olyan diákokból tevődik össze, akik ezekben az iskolákban tanulnak, ahonnét a most itt lévő vezetők érkeztek. Ahhoz, hogy ez a cél megvalósuljon, az együttműködés szorosabb legyen a jövőben, milyen programokat szerveznek a hétre, tehát mivel lehet ezt egy kicsit közelebb hozni? Tekintett arra, hogy nyár van, és hála Istennek jó meleg van itt Királyszálláson, a Bakonyban is, arra törekedtünk, hogy legyen módja az ide érkező tanároknak kikapcsolódni, hogy pihenni tudjanak, de ebben a pihenésben egymással tudjanak beszélgetni, minél több barátság szövődjön. A magyarság Kárpát-medencei megmaradásának kulcsát az emberi, illetve az intézményi kapcsolatok jelentik. Ezt kívánják elősegíteni az identitás hordozóit jelentő pedagógusok összefogásával. A Rákóczi Szövetség megalakulásátkor azt a célt tűzte ki, hogy kapcsolatot építsen és segítse a kapcsolattartást a Kárpát-medence különböző települései, iskolái és fiataljai között. Ezt a célt kiválóan teljesíti, ezért kapcsolódtam be én is a Rákóczi Szövetség munkájába, megörököltem az iskolai szervezetvezetését egy kolléganőmtől. Diákutaztatási pályázatokon veszünk részt, a középiskolás táborban rendszeresen ott vagyunk, és a belső pályázat is sokat segít, hogy a Rákóczi Szövetség szellemiségének megfelelő programokat szervezünk helyben. Ez a tábor egy nagyon gyors reagálás a szövetség vezetői részéről arra a tavaly megfogalmazott igényre, hogy legyen egy fórum, ahol a tanárok és a helyi szervezetek vezetői kicserélhetik a tapasztalatokat. És nagyon örülök, hogy itt lehetünk, és ilyen méltó környezetben kerül sor erre a találkozóra. Hát a rendezvényen először is a továbbképzés, ami a tanár életének egy fontos része, azon kívül, amit én még inkább úgy érzem, hogy lényeges a Rákóczi szervezet életében a kapcsolatteremtés, úgy a régi kapcsolatok, az ismertségek, barátságok elmélyítése, mint az új személyekkel való megismerkedés. Látni azt, hogy van magyar tanár, magyar nyelvű kollega, aki nem csak Máramarosban, hanem ismerkedünk felvidéki, kárpátaljai, délvidéki kollégákkal, és azokkal is meg tudjuk osztani az élményeinket, tapasztalatainkat, nehézségeinket, amelyek kísérik úgy az oktatás, mint a magyar megmaradásnak a fontosságát azon a részen, ahol mi lakunk és élünk. Úgy kezdődik el, hogy folytatódik. Mi szervezetünk lassan 4 éve tagja a Rákóczi Szövetségnek, és
a diákság életében most már fontos szerepet játszik, hogy tagjai legyenek. Részt veszünk az aktivitások nagy részén, amit a Rákóczi Szövetség megszervez, és azon kívül mi a tanárok is, akik ezeken részt veszünk, ugyanúgy erősödünk, merítünk abból, amit itt kapunk, amit együtt egymással megoszthatunk, és azt gyarapíthatjuk, akár otthon is. A Nagyváradról érkező igazgató szerint a tanárok felelőssége a magyarságtudat elmélyítése a külhonban élő gyermekekben, hiszen míg Románia egy évszázados, addig Magyarország több mint 1000 éves múltra tekint vissza. Számomra fontos volt eljönni, hiszen ez az első ilyen jellegű találkozó, hogy vezetőket próbálnak tanítani. Elsősorban kapcsolattartás. Vannak olyan személyek, akikkel küldünk nekik meghívó, befogadó nyilatkozatot, és akkor jönnek Nagyváradra meglátogatni, nálunk szállnak el, és ugye ez kölcsönös, hiszen mi is voltunk Kárpátalján. Számomra egyik legfontosabb, hogy a diákjaink lássák, hogy hol is, mik Váradnak az értékei. Most legutóbb Kárpátalra jöttünk haza, és azt mondtam, hogy ami nekünk van, abból nem szabad engedni. Összehasonlítva Kárpátaljához, hogy ők milyen körülmények között élnek, nekünk sokkal jobb. És abból nem szabad engednünk semmit. A magyarságból. Persze, elsősorban a magyarságból, hiszen ugye Romániában 100 évet ünnepelnek, rendszeresen kihangsúlyozom a gyerekeinknek, hogy ők 100, mi meg 1000, minimum 1000, és azért különbség van, hogy a két szám között, hogy ők mit tettek, mit vettek el tőlünk tulajdonképpen. Mit tapasztal, mennyire tudatosul mindez a gyermekekben? Szembesíteni kell őket. Meg kell mutatni, hogy ez a miénk, ez volt, akár ha helyi szinten, Nagyváradon, ugye híres építészeinknek a lakásában ortodox püspökség van. Szembesíteni kell, hogy nem szabad nekik engedni. Különböző úgy rendezményet, hogy például a Lóránd Fiba a magyar korona volt kiállítva, egy hiteles másolata, és próbáltuk Isten a királyon keresztül őket nevelni, szózat, himnusz kell, folyamatosan kell nekik. Nekik természetes az, hogy ők magyarul beszélnek, viszont mi már a múlt rendszerben élők, vagy született emberkék, azek már nekünk ez nem annyira kell nekik ünnepelni, megtartani ünnepeinket. Nekünk ott vannak az egyházi ünnepeink is, és ami által folyamatosan tudjuk őket nevelni. Muszáj nekik. Az első napi programra meghívást kapott Rétvári Bence parlamenti államtitkár is. Minden Kárpát-mencei határon túli iskola és közösség számára szerintem fontos, hogy ma már egy erősebb Magyarország az, amely kiáll a határon túli magyarokért. Magyarország gazdaságilag sokkal kevésbé függ, akár tőkealapoktól, nyugat-európai országoknak a kölcsönétől. A politikai mozgástere Magyarországnak sokkal szélesebb. Éppen ezért sokkal inkább ki tudunk állni, akár kárpátaljai, akár erdélyi magyarokért, hogyha szükség van rá. És amikor az elmúlt években szükség volt rá, akár az ukrán oktatási törvénye, használati jog elvonásai miatt, akár az erdélyi kétanyelvű oktatásnak, egyházi oktatásnak az ügyében, akkor mindig Magyarország fel is lépett. Mindenki, bárhol is éljen a világban, akár Magyarországon, akár a Kárpát-mencében, akár a diaszporában, most már számíthat rá, hogy az ő érdekeit a magyar kormány minden esetben képviselni fogja. Nincs olyan magyar, aki egyedül vagy elhagyatva érezheti magát, a legkisebb magyar közösségben is a magyar kormány minden magyar ember érdekéért kiáll. Mik a főpontjai a magyar nemzetpolitikának? Az elmúlt években arra törekedtünk, hogy olyan nemzetpolitikai programok valósuljanak meg az egységes kárpát-medencei kulturális, oktatási, felsőoktatási, gazdasági térben, amely egyrésztről ösztönözi azt, hogy minél több magyar családba szülessen gyerek, hogy minél több vegyes házasságba is szülessen gyerek, aki lehetőség szerint a magyar identitását élje meg. Ugyanígy fontos célunk volt az, hogy aki magyar óvodában kezdi meg a tanulmányait, azután a magyar általános iskolába iratkozzon be, a magyar általános iskolából a magyar középiskolába iratkozzanak be, a magyar középiskolából pedig magyar egyetemre, a magyar főiskolába iratkozzanak be. Fontos célunk, hogy minél több magyar nyelvű munkahely legyen, hogyha valaki a végzettségét megszerzi, akkor magyar nyelven tudjon dolgozni, és hogy minél több magyar tulajdon legyen határon túl. Ezeket a célokat szolgáló programokat támogattuk az elmúlt években is. Miért jó ön szerint egy ilyen találkozó ön és az itt résztvevők között, mire adhat lehetőséget ez a jövőre nézve? Egy ilyen találkozó mindig az összetartozásnak az élményét adja, és bátorítást ad mindenkinek, aki a napjait kisebbségi létben kell, hogy megélje, és nap mint nap megéli a többségi
államnak akár azokat a megalázó lépéseit, hogy még a saját helységnév tábláját sem teheti ki a falu határában. Ilyenkor megérzi azt, hogy egy nagy közösségnek, egy 15 milliós közösségnek egy része, és van egy olyan kormány, amely őértük is mindig ki fog állni, bár lehet, hogy nem a szülőföldjüknek a mostani kormánya, de egy nemzethez tartozunk, éppen ezért Magyarországra, a magyar kormányra, mindaddig, amíg polgári nemzeti keresztény kormánya van Magyarországnak, minden esetben számíthatnak. A magyar kormány számára minden magyar ember ugyan fontos, akár gazdag, akár szegény, akár városban, akár vidéken él, akár a trianoni magyar határokon belül él, akár a Kárpát-medencében határon túl él. A programoknak ezennel nincs vége itt Királyszálláson, hiszen augusztus 20-án kezdődik a 30. összmagyar egyetemi tábor is. Ez egy rendhagyó rendezvény, azért is, mert 1989 óta ez a általunk csak főiskolás tábornok vezet rendezvény, ez Szentendrén volt folyamatosan, viszont az első olyan alkalom, amikor ez a tábor elhagyta az ősi fészkét Szentendrét, és ide költözött Királyszállásra, viszont egy új eleme, egy új színezete ennek a tábornak idén az is a helyszín változás mellett, hogy nem csak a Kárpát-medence egyetemi szervezeteinek a vezetői képviselői gyűlnek itt össze, hanem kiegészülnek olyan társaikkal, akik a nagyvilágból, akár a tengeren túlról érkeznek magyar származású egyetemisták, és így válik ez egy össznemzeti egyetemi táborrá az idejében. Az esti mérleget látták, holnap újabb témával fogjuk várni önöket, tartsanak velünk holnap is, viszontlátásra!